magas vérnyomás az sajnos egy népbetegség Magyarországon. Különféle becslések vannak, hogy hány embert érint. Pontos adatok azért nem, nincsenek és nem is lehetnek, mert az összes közel 10 millió embernél ezt nem lehet így detektálni pontosan. Manapság egyre fiatalabbakat érint, és sajnos nagyon sok már a 10 éves hipertóniás, a 10 éves magas vérnyomásos. És ennek az egyik leggyakoribb oka az elhízás, ami megint csak egy nagyon nagy probléma. Vannak adatok, hogy Magyarország benne van az első 10-ben a világ legelhízottabb nemzetei között. Természetesen a magas vérnyomás az nem csak az elhízás következménye, de annak jelentős szerepe van. A magas vérnyomásnak egy olyan 5-8-10%-a az egyértelműen egy konkrét betegséghez, általában valamilyen vese, vagy pedig valamilyen hormonális betegséghez köthető, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy működési zavarai, mellékvese, működési zavarok, valamilyen vese betegség vagy veseér szűkület. Egyrészt a diagnosztika elég szofisztikált, elég kifinomult már ahhoz, hogy a diagnózist föl tudjuk állítani, és akkor ennek az alapbetegségnek a rendezésével, ami lehet gyógyszeres, lehet műtéti, nagyon ritkán egyéb, ebben az esetben a magas vérnyomás nagyon nagy sikerarányjal rendezhető és megszüntethető, vagy legalábbis nagyon jól karbantarthatóvá válik. Körülbelül 90-92-95% viszont az, amit az úgynevezett eszenciális hipertónia körébe sorolunk, ami azt jelenti, hogy nincs egy megfogható ok, hanem sok tényezős a dolog. A vérnyomás szabályozásában nagyon sokféle élettani út játszik szerepet, és azt látjuk, hogy ezen élettani utak valamelyike, vagy több ilyen élettani út is kárt szenved, nagyon gyakran egyébként örökletes módon az illetőben, és ezért alakul ki ez a magas vérnyomás. Ezt különösen akkor lehet tetten érni, amikor mondjuk egy családban, a férfi vagy a női ágon, vagy akár mind a két ágon szépen megy végig a magas vérnyomás generációról generációra. És akkor van ez a bizonyos csoport, ezen az eszenciális vagy elsődleges magas vérnyomáson belül, akik a mai modern betegségnek számító elhízáshoz, inzulinrezisztenciához, kezdődő cukorbetegséghez társuló magas vérnyomásosak csoportja. Az ő esetük azért nagyon érdekes, mert egy jelentős részüknél csupán életmódbeli változtatással nagyon jó eredményeket lehet elérni. Tehát nekem nem egy és nem kettő ilyen paciensem van, és tapasztalatom, hogy amennyiben valakinek sikerül elsősorban a táplálkozással, másodszorban a megfelelő minőségű edzésmunkával, és ami nagyon fontos, a megfelelő minőségű és mennyiségű alvással életmódját rendezni, akkor a vérnyomásuk is helyreállt. Ez sajnos nem mindenkinél működik, de hozzájárul a gyógyszeres terápiához, és van, akinél pedig nagyon jól fog működni, és akár 160-170 per 100-as, tehát elég jelentős magas vérnyomás is rendeződni tud.